Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Pécsváradi Városi Televízió novemberi második adását látják. Programunk hagyományos műsorrendünknek megfelelően alakul. Ezúttal is a szokásos magazin műsort sugározzuk az elmúlt hetek városi eseményeiről. Hírodónk elején kérem, nézzenek meg egy interjút Zádori János polgármesterrel, aki aktuális városi fejleményekről, problémákról és a közeljövő terveiről beszélt a Városi TV kamerája előtt. Polgármester úr, tulajdonképpen most azzal is kezdhetném az interjút, hogy mi újság van Pécsváradon, de nyilván egy TV interjút nem illik így kezdeni. Mindenek előtt arra szeretnélek kérdezni, ami most leginkább talán foglalkoztatja a közvéleményt, hogy hogy áll Pécsváradon a Covid helyzet. Hát ugye talán nagy titkot nem árulok el vele, hogy az elmúlt covidos időszak egyik csúcspontját éljük meg. Hál' Istennek maga a betegségeknek a lefolyása nem annyira durva, mint mondjuk a harmadik hullámban volt, de létszámban jelen pillanatban mindenképpen felülmúljuk, tehát az a szinte, most már napi szinten mondhatom ezt a körülbelül fennálló 40 és 50 beteg, aki van Pécsvárad területén, ez szinte most jelen pillanatban így állandósult. Persze természetesen gyógyulnak is az emberek, de nap mint nap előjönnek újabb gócpontok, társasági rendezvények, vagy valamilyen idegen településre ide érkezett rokon hoz be fertőzést, úgyhogy nagyon oda kell figyelni jelen pillanatban. Van nagyon sok tévhit a Covid-dal kapcsolatban, bár szerintem, ha valaki a tévét nézi, azért ezeket az információkat megkapja nem tőlem, hanem szakemberektől, miszerint az, hogyha valaki oltással bír, teljesen mindegy, hogy mennyivel, kettővel vagy hárommal, az nem azt jelenti, hogy ezt a fertőzést nem tudja vinni. Sajnos az emberek nagy része ezt elfelejti. Tehát ő, és legyen is így ez tulajdonképpen, hiszen ezért vette fel mondjuk a három oltást, hogy őneki nincsenek komoly tünetei. Viszont ennek van egy hátulütője, ha nincs tünet, akkor nagyon nehéz megállapítani, hogy ő hordozó vagy nem. Sőt, ugye ilyen esetekben az ember nem is tesztel. Mert miért teszteljen? Hát nincs tünetem. Azt látom az utóbbi napokban egyébként, hogy sok esetben, ha a társaságban valaki covidos lett, a társaság egy széles köréből vett mintából még találunk egy-kettőt. Jelen pillanatban egyébként a tesztelések ugyanolyan formában mennek, ahogy eddig, tehát teljesen ingyen végezzük ezeket. Természetesen a városnak ez esetenként pénzbe kerül, de a lakosság számára ez továbbra is ingyenes. Ez fontosnak is tartja a városvezetés, és jó magam is, hiszen én hiszek abban, hogy az előző hullámoknál is adott egy átlátható képet a település állapotáról. Ez most is segíti az itt dolgozó egészségügyi szakembereknek a munkáját, hogy látják, hogy áll ez a vírushelyzet most Pécsváradon. Ez teljesen egyedi, azt gondolom, hogy itt tesztelés folyik. Hogyan megy ez technikailag, mi ennek a módja? Tehát ha valaki tesztel, egyáltalán mi kell ahhoz, hogy valakit teszteljetek, vagy teszteljenek a megfelelő szakemberek, és milyen módon lehet erre jelentkezni? Hát nagyon fontos az, hogy bár a teszt ingyenes, és mindenki számára hozzáférhető, azért nyilván azzal talán mindenki tisztában van, hogy ezeket a teszteket valakinek valahol meg kell vegye. Úgyhogy próbáljuk észszerűsíteni a teszteléseket. Természetesen, ha valakinek a családban, rokonságban, baráti körben volt érintkezése, azoktól nem tagadjuk meg. De arra megkérnék mindenkit, hogy csak azért, mert kíváncsi vagyok, hogy covidos vagyok-e, ezt nem feltétlen tudjuk megoldani, mert indokolt esetekben viszont nem lesz majd rendelkezésünkre álló megfelelő teszt mennyiség. A tesztelés történhet házi orvosoknál, és történhet a Pécsvári gyógyházban. A gyógyházban mindenképpen javasolnám a bejelentkezést az interneten, és több fórumon kiírtuk ezeket a számokat. Remélem, hogy majd itt esetleg a Városi TV vagy a Képújság formájában is ezt majd megjelenítjük. Tehát mindenképp hívják föl. Elsősorban azért, hogy biztosan ne menjenek üres járatban, mert azért ott sem mindig van szakember, illetve ha lehet, akkor kerüljük el azt, hogy ott is nagyobb csoportosulás van. De még egyszer mondom, tehát a tesztelés maga ilyen módon megy. Tehát én megadtam egyébként a telefonszámomat, engem is fel lehet hívni bármikor,
nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, én magam is útbaigazítom a napszaknak és a napnak megfelelően, hogy éppen most melyik vonalat a házi orvost válassza, vagy a gyógyházat. Még egy néhány mondat erejéig maradjunk a Covid-nál, és talán egy picit témát is váltunk, városi programok. Ugye megszokhattuk, hogy ilyenkor évvégén lányvásárt követően felpörögnek egy kicsit az események, és hát elég sok rendezvénye van a városnak, és ezt tapasztaljuk is, hiszen a műfázis azért most új keretek között működik. Hogy látod, mennyire lesznek ezek a rendezvények megtarthatók Pécsváradon? Ugye nagyon fontos az, hogy az első számú irányelv az mindig a kormányzati rendelkezés. Jelen pillanatban ezekkel kapcsolatban szigorítás nem született. Elmondtam talán az idősek napján is, hogy meg lehet tartani ezeket a rendezvényeket, tehát mint városvezető nem fogom én ezeket lefújni. Mindenkit kérek az óvatosságra. Az idősek közül, ha lehet, akkor azok jöjjenek, akik 2-3 oltással rendelkeznek. Nem tudom, tehát ugye most ez a riport, amikor készül, és az, mire adásba megy, lehet, hogy ez, amit most mondok, ez már nem is aktuális, mert látva a felfutó betegszámot, előfordulhat, hogy apróbb vagy nagyobb szigorítások életbe lépnek. A városi programok ehhez mindig igazodni fognak, elsősorban a beltériek. A kültéri programoknál én nem látok akkora veszélyt, ott a távolságtartással tulajdonképpen ki lehet ezt védeni, de ha, nehogy Isten, a kormányzat úgy dönt, vagy az operatív törzs, hogy ott is kell majd maszk, akkor természetesen ott is maszkot fogunk viselni. Én egyébként mindenkit arra kérnék, hogy saját belátása szerint, hiszen én bízok a pécsváradiaknak a józanságába, aszerint menjünk ilyen rendezvényekre. Tehát ha valaki egyáltalán nincs beoltva, és esetleg vannak speciális betegségei, vagy éppen akut betegsége, akkor kerülje ezeket a rendezvényeket, nem azért, mert nem látjuk szívesen, hanem nem akarunk senkinek rosszat. Ugyanakkor akik meg védettséggel rendelkeznek, vagy átestek betegségen, azoknak viszont, ameddig a kormányzat engedi, a szabad életet biztosítani kell, mert előfordulhat, ahogy mondtam, hogy a következő egy hónapra bezárják ezt az egész kis világunkat, akkor nem mindegy, hogy miből építkezünk. Tehát most van erre lehetőség még. Ugye, ahogy említetted, 5 nappal az adás előtt készül ez az interjú. Hát én azt gondolom, hogy talán amire számítani lehet a közeljövőben a kötelező maszkviselés, és talán a védettségi igazolványok használatának a kibővítése. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az, ami leginkább várható, illetve jöhet. Igen, tehát ugye én magam elrendeltem az önkormányzati intézményeinkben az ügyfélfogadás esetén a már a maszk használatot. És a készfertőtlenítést is, bocsánat. Igen, és a készfertőtlenítést is. Viszont abba a hibába azért ne essünk, mert most több emberrel beszélgettem így az utcán, megállítva vagy üzletekbe. Tehát az, hogy van védettségi igazolványom, az nem jelenti azt, hogy én nem kaphatom meg ezt a betegséget. Bízhat az ember abba, hogy gyengébb lefolyású lesz, de abba ne bízzon, hogy nem tudja megfertőzni társait, legyenek azok fiatalok vagy idősek. Fontos, és talán az elején kellett volna beszélnem arról, hogy jelentősen megváltozott a betegek életkora. Tehát amíg az első, második, talán még a harmadik hullámban is inkább az idősekre volt jellemző az, hogy megbetegedtek, most egyértelműen a fiatalok és a középkorúak viszik a prímet. Pécsváradon sajnos nem ritka az óvodás, iskolás, sőt még bölcsödés gyerekek között is ennek a Covid-nak a megjelenése, úgyhogy ez a variáns egy kicsit máshogy támad. És talán azt is el lehet mondani, hogy az idős emberekben már megvan ez a természetes védekezés, mondjuk így egy ilyen reakció kialakult bennük, és ők már felmérik ennek a veszélyét. A fiatalok az első-második hullámból tulajdonképpen építkezve úgy gondolják, hogy őket ezen simán túlesnek. Nem. Most kell mondanom, se is kell mondanom, hogy több fiatalnak azért nem halálos, még egyszer nem szeretnék senkit megijeszteni, de komoly tünetei voltak. És az azt mondom, hogy ez a 30-40-es korosztály, ott pedig tényleg testet, lelket próbáló szintig is eljuthat, tehát annyira nehéz légzés, hogy az ember tényleg határeseten van, hogy hívja a mentőt, kérjen oxigént, tehát figyeljünk oda.
Az idősek egyébként, azok pedig, ha megkapják, őnekik nagyon-nagyon komoly problémákat tud okozni, elsősorban az oltatlanoknak, vagy a nem megfelelő oltás számot kapottaknak. Covidot követően, de városi eseményeknél maradva beszéljünk egy pár mondatot a nemrég lezajlott leányvásárról. Lehet-e már mérleget vonni, és hogy látod most így, hogy sikerült az idei leányvásár? Hát nyilván az idő nagyon jó volt. Hát az idővel nagy szerencsénk volt, se előtte, se utána egy héttel nem szerettem volna leányvásárt rendezni. Valahogy már egy jó pár éve szerencsénk van ezzel, tehát onnan föntről figyelnek ránk, nekik is talán fontos ez a rendezvény. Azt tudom mondani, hogy a jelenlegi számítások szerint biztos, hogy elértük a 15 ezer látogatót. Nyilván a pontos számot azért nem fogjuk soha tudni, mert a pécsváradiaknak a számát nem látjuk. Nekik ugye ingyenes, ezért nincs is regisztrálva, hogy hányan lépnek be. Maga a rendezvény, én úgy gondolom, hogy hozta a megfelelő színvonalat, a megfelelő biztonságot, az igényszintet. Rengeteg köszönő levelet kaptam mindenféle formában vidékiektől, akik tulajdonképpen azt köszönték meg, hogy ebben a helyzetben, hiszen akkor már azért a vírusnak látszódtak az első jelei, hogy megfelelő szintű rendezvényt sikerült rendezni, és úgy, ahogy pár település, egyébként abszolút megértem őket, biztonsági okokból leépítette a rendezvényét, és egy ilyen light verziót csinált, sokkal kevesebb műsorszámmal. Pécsvárad ugye megrendezte a valós lányvásárt azzal a szinttel, amit az elmúlt évet leszámítva az előző pár évben is megrendeztünk. Úgyhogy én szerintem egy nagyszerű rendezvény volt, azt nem kell, tehát nem tagadhatom, hogy mindig vannak más megjegyzések, amire én mindig azt mondom, hogy természetesen elfogadom, de egy programot úgy lehet csak megrendezni, hogy a többség igényét és akaratát kell figyelembe venni. Azok, akik esetleg nem érezték jól magukat, vagy maga a hanghatás, vagy a tömeg, vagy a közlekedési lezárások, akadályok okoztak neki problémát, én elnézést kérek. Nem gondolnám, hogy ez a 3-4 nap, ami az életünket egy kicsit beszűkíti, vagy a lehetőségeinket, ez tönkretenni az életünket. Tehát ezt mindig is valahogy a településeknek, legyen ez falunap, legyen ez születi fesztivál, attól függ, hogy melyik településen vagyunk, ezt mindenki bevállalja. Én gondolom, Pécsvárda is ezt be tudja vállalni. Többek között ezért nem kérünk egyébként belépő díjat a pécsváradiaktól, hogy ezzel is mutassuk, hogy mi megköszönjük az ő türelmüket. Természetesen, hogyha az ellen vélemények száma olyan szintet elérne, akkor elgondolkodnánk azon, hogy esetleg ezen változtassunk. Persze az sem titok, hogy évről évre változtatunk, noha sokan nem is veszik észre. Meglátjuk a következő évben is, hogy egyrészt a pandémia mit enged, és mit engednek a támogatók. Mert ugye az nagyon fontos, hogy itt az ő pénzükön áll vagy bukik a dolog. Te magad mondtad a pénzt. Nyilván nem kerültem meg a kérdést, anélkül, hogy konkrét számokat mondanánk, mennyire volt rentabilis a rendezvény, és talán azért nem fontos lenne elmondani azt, hogy az önkormányzat mennyivel járult ehhez hozzá. Hát tulajdonképpen az önkormányzat 1 millió forinttal járult hozzá, amivel csak azért kellett hozzájárulni, mert azt ő pályázhatta. Ez úgynevezett 5000 fő alatti közösségi, illetve falu napoknak a pályázatába indultunk, és ott nyertünk 1 millió forintot. Tehát ez nem költségvetési pénz, ez egy talált pénz. Köszönjük egyébként ezt a segítséget, mert minden forint számított. Tehát ezen felül nem kellett beadjon egy fillért sem. Nagy titkokat nem árulok el vele, ez egy 35 milliós költségvetésű rendezvény, ebbe az utolsó fogpiszkáló is bent van. És tulajdonképpen ez az, hogy rentábilis, az egy érdekes szó, mert ugye a rentábilis, azt szoktuk mondani, amikor ezt érdemes megtartani, mert van nyeressége. Nincs a lányvásárnak, nincs nyeressége. Mindig egy picit, egy szűk társaság a végén kiegészíti, ami esetleg hiányzik,
de egyébként a támogatók által felajánlott pénz áll rendelkezésünkre. Nincs több, nincs lehetőség arra, hogy még belenyúljunk egy harmadik, negyedik zsebbe. Ennyi pénz volt rá. Én úgy gondolom, hogy úgy, hogy nem használtuk a pécsváradiak pénzét, hiszen az önkormányzat pénze a pécsváradiak, ahhoz képest egy olyan színvonalú rendezvényt sikerült ide tenni, ami magáért beszélt. Ha lett volna egyébként ebben önkormányzati vagy más néven pécsváradiak pénze, akkor nyilván az ember még jobban odafigyelt volna, de én bennem nincs hiányérzet, tehát amit mi megtehettünk, és amit egy hónap, mert ugye most egy hónapunk volt körülbelül nettóba arra, hogy összehozzuk ezt a programot, itt mindenki kitette szívét, lelkét. Nyilván itt a rentabilitás kapcsán én most úgy gondoltam, és arra gondoltam, hogy nem kellett költségvetési, tehát pécsváradi költségvetési pénzt ebbe beletenni, és ez szerintem most nagyon fontos volt. Nem kellett beletenni, de mivel pénzügyi bizottsági tag vagy, nagyon jól tudod, hogy nem is lett volna honnan betenni, úgyhogy így is indultunk ennek neki. Az volt a szervezőknek, és elsősorban nekem, aki ennek a matematikai részét raktam össze, a feltétel, hogy addig nyújtózkodunk, amennyi pénzünk van. Ha nincs több, akkor lemondunk valamit. Ez volt a szisztéma. Ez a téma már át is vezet a következő kérdésemre, költségvetés. Ugye évvége van, november közepén járunk, és hát ilyenkor már azért, még ha nem is látni konkrét számokat, de már azért a fejekbe kezd összeállni a következő év költségvetése az önkormányzat szintjén. Hogy látod most, milyen lesz a következő év? Hát én úgy látom, ugye együtt szerepeltünk most pont a forgatás előtti napon a Költségvetési Bizottságnak az ülésén, és mire adásba megy ez a riport, akkor már a testületi ülés is hétfőn megtörténik. Tehát ha úgy tudnánk fogalmazni nagyon egyszerűen és érthetően, ha ezt az évet ki tudjuk húzni úgy, hogy körülbelül 50 millióval kevesebb pénzünk van, tehát kevesebb pénzből tudunk gazdálkodni, mint amennyi a terveinkben szerepelt, akkor a következő év, amikor ebből az összegből közel 36 millió forintnak jelenlegi állás szerint vissza kell, hogy jöjjön, hiszen ez egy elmaradott, csökkentett támogatás vagy kiegészítés volt az iparűzési adó területén, tehát akkor lesz egy mérleg jövő tavasszal, és megnézik, hogy az 1+1%-nál mennyi kiegészítés, torzulás volt, ez nálunk 36 millió forint, tehát ez 2021-ben nem folyt be, viszont 22-ben a kormány döntése alapján, még egyszer mondom, jelenlegi döntése alapján ezt meg kell, hogy kapjuk. Na most, hogyha így nézzük, akkor talán mondhatjuk, hogy a következő évben egy picit nagyobb levegőt kapunk. A költségvetésünk jelentősen nem fog különbözni, tehát szisztémájában semmiképpen. Sokszor elmondtam, hogy várom azt a pillanatot, amikor egy optimista költségvetést tudunk majd összeállítani. Nem jött el ez a pillanat, tehát én a 22-est is pesszimistára fogom terveztetni, mert mindig jöhet valami. Tehát amikor az ember úgy érzi, hogy kicsit előrébb vagyunk, akkor mondjuk elvesznek egy gépjárműadót. Ugye sok esetben ez a pécsváradi általános lakosságnak nem mond semmit, de hogy érzékeltessem, egy tervezett 150 millió adóbevétel esetén, ha ebből kell élnünk, hiszen ebből kell gazdálkodnunk, a többi normatíva, amit kapunk, ugye annak megvan az oldala, tehát az megvan, hogy mire, és csak arra tudom költeni. Most az iparűzési adónak a 150 milliójából, ha én most adott folyó évben nem kapok meg 36-ot, plusz a 150-ből nem kapok meg 14 gépjárműadót, és annak egyébként nincs másik oldala, tehát ezt más módon nem kapom meg a gépjárműadót, akkor el lehet képzelni, hogy itt azért lehet matekozni. És ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam, én úgy gondolom, hogy jelenleg ilyen körülmények között, hogy nincs végveszélyben Pécsvárad költségvetése és egyáltalán működése, az picit már a csoda határát súrolja, és nyilván az ezzel az ügyekkel foglalkozó, mondhatom, hogy csapatomnak az érdeme. Mert itt aztán mindenki kifeszíti magát, és hajszik, hanem minden extra költség, és itt nem nagy dolgokról beszélek, minden extra költség meg van fogva. Tehát egy egyszerű példát, így bocsánat, hogy kicsit ez hosszabbra nyúl, de ha megnézzük, hogy
mondjuk a céghez, az önkormányzathoz kapcsolódó mondjuk KFT-knél valaki kiesett a rendszerből, tehát elment másik munkahelyre, vagy tőlünk elment valaki a hivatalból, nem vettünk föl helyette senkit. Tehát amit eddig hatan csináltak, azt most öten csinálják. Tehát így lehet pénzt fogni következetesen és szép lassan lépésről lépésre. Miután áttértünk önkormányzati ügyekre, és hát már költségvetésről is beszéltünk, nem kerülhetők meg a jelenleg futó pályázataink, és talán a két leglátványosabb, és hát most már finisébe forduló beruházásunk a kerékpárút és a Dombai-tavi látogatóközpont. Mit lehet ezekről tudni, hogy állnak ezek? Hát a Dombai-tavi látogatóközpontnak én nagyon bízok benne, és ha Isten is úgy akarja, gondolok itt az időjárásra, akkor valahol december elejére az épület kívülről teljesen kész lesz, és a belső burkolások és gépészeti munkák maradnak. Látványos, tehát egyébként örülök annak, hogy jönnek oda pécsváradiak, ha én is ott vagyok, érdeklődnek, kérdeznek, ezt nyugodtan megtehetik nagyon szívesen, ha éppen ott vagyok, és ellenőrzöm a munkákat, ezeket a válaszokat szívesen megadom, hogy nehogy kételyek legyenek. Tehát nem a pécsváradi önkormányzat polgármestere épított szolgálati lakást, mert ilyen is volt. Az elején volt ez helikopterleszálló is, amíg az alap készült, tehát nyilván ezeket a kicsit bizarr, de egyébként sajnos élő információkat vagy véleményeket azért helyre kell tenni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ott jó ütemben haladunk, hivatalosan december 31-e az átadás, hogy ez működni fog-e, vagy a befejezése, azt majd meglátjuk. Azt is el tudom képzelni, hogy még hozzá kell nyúlni valamilyen szinten ehhez az időponthoz. Ennek egy oka van, hogy egy ilyen kis csapatunk csinál Pécsváradon mindent. Tehát ha építőipari jellegű pályázati elem van, lásd Dózsa-György utcában a családsegítőnél. És a bölcsöde. Bölcsöde, akkor ez a csapat ez onnan megy el. Tehát úgy, hogy szépen építkeztünk tulajdonképpen kint a Dombai-tónál, közben azért megcsináltunk egy teljes rekonstrukciót a családsegítőnél, megcsináltunk három bölcsödei csoportot, befejeztünk újonnan, térburkolásokat csináltunk, tehát sok olyan dolgot, amit nem terveztünk, de hát az élet ezt hozta. Kerékpárúttal kapcsolatban most volt egy közutas bejárás, nyilván vannak apróbb hiánypótlások, amire most jelen pillanatban várunk, az a korlátrendszernek a legyártása, illetve még egy feladatunk van, az pedig a magának a belterületi szakasznak a közvilágítással való megoldása, ami egy ilyen napelemes rendszer lesz, ebből adódóan egy kicsit gyorsabban fogunk majd lépni. És bár nem beszéltünk róla, és nem is nagyon tudtunk, mert négy évig nem tudtunk róla, hogy ebben a pályázatunkkal mi van, ez az úgynevezett felnőtt fitness park vagy sportparknak a létesítése. A forgatás napján, tehát ma, amikor ez a riport készül, ma vettem át ezt a Dombai-tónál kialakított felnőtt sportparkot, tehát mától lehet ezt használni, mindenféle engedéllyel, tanúsítvánnyal rendelkezik, tehát megtörtént a műszaki átadás. Én úgy gondolom, hogy ez is hozzátesz egy kicsit Pécsváradhoz, de a Dombai-tó használhatóságához is, tehát ha majd később elkészül a látogatói központ, akkor ez újabb kis elemeket adhat, újabb kis plusz élményeket, attrakciót az embereknek. Köszönöm szépen. Végezetül még egy témáról szeretnélek kérdezni, amit előzetesen itt feljegyeztem magamnak. Ugye ősz van, késő ősz lassan, hullanak a falevelek, rengeteg hulladék keletkezik ebből a közterületen, és hát a háztartásokban is, hiszen vannak sok ilyen gyümölcsfák. Mit tehet a lakosság ezzel a hulladékkal, és most arra kérek, hogy beszéljünk arról is, ami a közterületen keletkezik, és az is, ami az ingatlanokban, magánterületen. Hát ugye, igen, ezt ketté kell választani. A közterületeken lévő lomnak a begyűjtése az önkormányzati feladat. Nagyon szépen köszönöm, mert sokan segítenek ebbe, és látják, hogy azért ez egy adott időpillanatban, amikor ilyen fél lombozattal rendelkeznek a fák, akkor ez egy sziszifuszi munkának tűnik, hiszen egyik nap összeszedjük, másnap újból annyi van.
és bocsánat, hogy közbevágok, a tetejében még nem is egyszerre jönnek le ezek a levelek, magam is ugye a Dózsa-György utcában lakom, van olyan fa, amelyik még gyönyörűen zöld leveleket hoz, a másik pedig már kopasz. Igen, tehát azt mondom, hogy ez egy nagy feladat, és köszönjük a segítséget. A frekventált helyeken egyébként folyamatosan napi szinten gyűjtik a kollégáink. Itt azért el kell mondanom, hogy mivel a közmunkában résztvevők létszáma jelentősen megcsappant, azért ez most jelenleg egy elég komoly feladat számunkra. Tehát ha valahová időben nem érünk oda, és valakinek a járdáján olyan mennyiségű avar van, akkor legalább annyit tegyen meg, hogy söpörje le a zöld területre, majd jövünk, ígérem, össze fogunk szedni mindent. A másik történet a magánterületen keletkező, ugye bevezettük ezt a zöld zsákos rendszert, ami arról szól, hogy megfelelő összegért a gazdaboltba, illetve a Városüzemeltetési Kft. Irodájában lehet vásárolni 240 literes zöld zsákokat, vagy 120 literes, igen. Tehát körülbelül annyit lehet beletenni, mint egy kukába, és ezeket ki lehet a ház elé tenni, és nyilván a vásárlási érték fejében mi ezt elszállítjuk. Arra kérnék mindenkit, hogy a zöld zsák nem véletlenül zöld zsák, azon lévő logó nem véletlenül van. Tehát ha valaki fekete zsákba ki fogja tenni a leveleket, el fogjuk vinni, de szeretném mondani, hogy erről lesz egy számla. Tehát le lesz fotózva, el fogjuk vinni, és erről kap egy ugyanolyan számlát, csak a zsákot is ő adta. Kérdezték sokan, a zsákok nem mennek szemétbe, ezeket kiszedjük a zöld hulladékból, a zavarból, és ezeket gyűjtjük. Ezeket szépen majd újra hasznosítja az, aki ezzel foglalkozik. De még egyszer megkérnék mindenkit, hogy se a maga háza elé, és ami nagyon fontos, más háza elé meg végképp ne tegye ki a saját területen keletkezett hulladékát olyan zsákba, ami nem zöld színű és önkormányzati logóval rendelkezik, mert ennek komoly ára lesz, és meg fognak lepődni, mert zsák-zsák. Tehát ha ő kirak egy reklámszatyorba levelet, azt el fogjuk vinni egy zsák árába. Bocsánat, itt most nem is az tisztem, hogy téged kiegészítselek, csak tudom, mert hallom az emberektől, hogy sokan fölkapják a fejüket, hogy mi kerül ezen a zsákon ennyibe. Tehát még egyszer nagyon fontos elmondani, hogy a zöld zsák, az által említett logós zöld zsák, az azért kerül ennyibe, mert a szállítás költsége benne van. Igen, a szállítás költsége benne van, és ami nagyon fontos, hogy benne van egy áfa. Ugye tehát amikor azt mondjuk, hogy mondjuk 750 forint egy zsák, abból ha levonjuk rögtön az áfát, akkor már látjuk, hogy ez egy kisebb összeg, és azt is bele kellett ebbe kalkuláljuk, hogy lehet, hogy van olyan nap, amikor csak 3 zsák keletkezik az egész településen, ezt ugyanúgy össze kell szedni, és ugyanúgy ki kell vinni. Tehát itt az üzemanyag költség relatíve sokkal magasabb. Úgyhogy, és ami nagyon fontos, hogyha megengedett, hogy mondjam el, hogy azért azt még szeretném kérni, mert ez nem sikerült minden esetben betartani, hogy ez ugye lágyszárú, tehát elsősorban lomb és hasonló maradványokra van, tehát fásszárú dolgokat ne tegyünk bele, mert nem az a cél. El lehet ilyen nagy mennyiségű ágakat is meg tudunk oldani, nagyon sokan vették igénybe. Ennek a módszere az, hogy a helyszínen ledaráljuk és úgy visszük el. Ez nem szemétbe kerül, ezeket Pécsad város önkormányzata megpróbálja a környékbeli alternatív fűtési rendszerrel rendelkező cégeknek, önkormányzatoknak eladni. Tehát ebből is próbálunk egy kis pénzt csinálni, meg nyilvánvalóan csökkenteni a jelenlegi ilyen hulladéktárolónak a befogadó képességének a romlását, hiszen hogyha mindent kivinnénk, akkor nagyon hamar az ilyen komposzttelepek megtelnének, tehát figyelünk erre is. Polgármester úr, köszönöm szépen az interjút, illetve a tájékoztatót. Most így végezetül visszadobom neked a labdát. Van-e még esetleg olyan téma, amiről szeretném most a lakosságnak beszélni? Nem, de hogyha, tehát nagy dolgot nem szeretnék mondani igazándiból, de ha az első kérdésedhez visszakanyarodnék újfent, és talán ezt már párszor el is játszottam, hogy most egy olyan helyzetet élünk a Covid szempontjából, egy kicsit kérném az emberek intelligenciáját, az odafigyelését, a megértését. Tehát ha most nem fogjuk tudni megfogni ezt a betegséget, és
kicsit így nem elnyújtani, mert én annak se örülnék, hogyha ez hosszú ideig itt lenne, de valahogy kezelhetővé tenni, annak én nagyon örülnék, de ehhez kellene a pécsváradi lakosok. Jól vizsgáztunk 3 hullámba, ebbe a negyedikbe is tegyük meg. Az én kérésem csak ennyi, tehát azt, ami szoktam mondani, nem előírás, de érezzük, hogy azt meg kell tegyük, gondolok itt elsősorban jelen pillanatban, ha a férjem beteg, igazolt beteg, de nekem van oltási igazolásom, akkor nem kell karanténba mennem. Az én véleményem szerint, még egyszer mondom, nem rábeszélve senkit, hiszen a jogszabályok adnak rá lehetőséget, hogy ne menjen. Én arra kérném, hogy igenis maradjon ott. Maradjon ott a férjével, otthon. Töltsék el ezt a pár napot együtt, mert soha nem tudhatjuk, hogy az illető, aki mozgásban van, az otthonról mit fog kivinni, és hamar elszállnak a barátságok ilyenkor, mikor megfertőzünk valakit, és ott ne adj Isten komoly egészségügyi probléma legyen. Tehát én ezt kérném, hogy figyeljünk oda egymásra, a többi szinte nem is számít, csak erre. 20 évvel ezelőtt tartották városunkban először az ifjúsági önkormányzati választásokat. November 10-én ebből az alkalommal tartottak az összejövetelt a régi tagok, ifjúsági polgármesterek és a meghívott vendégek részvételével a régi tűzoltó szertárban. Márti, mindenek előtt engedd meg, hogy a magam is a Városi TV nézői nevében is boldog születésnapot kívánjak ehhez a szép mai naphoz, illetve ez a szép ünnephez. Azon kívül, hogy 20 éves a PIF, milyen apropóval jöttetek itt ma össze? Hát a mai eseménynek a fő apropója az nyilván a 20. jubileumi évfordulónk, illetve egy másik, tehát az ifjúsági, jelenlegi ifjúsági klubunknak a felújító ünnepsége, vagy avató ünnepsége is egyben ez a mai nap. Ezt egy pályázatból sikerült megvalósítanunk, és nagy eredménynek tartom azt, hogy itt szinte minden folyamatban részt vettek a helyi fiatalok, akár a fal kaparásától, a festésen keresztül minden folyamatban vállaltak maguknak. Így a helyiek, tehát a fiatalok saját maguknak alakították ki ezt a klubot, amiben ma itt lehetünk. Ez a mai program egy megemlékezéssel kezdődött a temetőben. Kik voltak azok, akiknek a síreihoz most odaálltatok? Igen, sajnos a korábbi PIFÖ testületek tagjai közül ketten elhunytak, név szerint Adószegi Attila és Bognár András. Róluk emlékeztünk meg a temetőben. Itt a klubban ma kik voltak a vendégek? A programon részt vett az önkormányzati képviselők közül mindenki, illetve a polgármester úr is, ezen kívül pedig a PIFÖ korábbi tagjai és ifjúsági polgármesterei vannak jelen. Ugye egy héttel ezelőtt, tehát ez az interjú készítés előtti hétvégén zajlottak le a PIFÖ választások. Most úgy tűnik, hogy a PIFÖ egy kicsit új formában működik tovább, arra kérek, hogy most erről beszélj egy kicsit. Igen, az előző évekhez képest, ugye az előző években egy 10 fős testület alakította a PIFÖ-t. Ezt alapjaiban azzal változtattuk meg, hogy most inkább egy ilyen tagbővítési és PIFÖ egyben a népszerűsítési vonalon maradtunk, és így PIFÖ tagnak lehetett jelentkezni, hogy minél színesebb és minél nagyobb szervezetet tudjunk létrehozni, és a választás része az pedig a PIFÖ vezetőbizottság tagjaira korlátozódott, ami egy 5 fős elnökséget foglal magában, és közülük került ki az ifjúsági polgármester, ami egy belső szavazás által idén is engem ért a megtisztelő szerep, hogy ezt a titulust magamnak tudhassam. Hát ezt gratulálunk. Az 5 főről egy kicsit, ha hallhatnánk, hogy ki az 5 ember, legalább a nevüket, ha... Podolszky Evelin, Császár Csaba, Orlai Tamás, Gerencsér Legő és jó magam, Jön Máté. Ugye az előbb itt közel egy órán keresztül álltunk itt körbe, és beszélgettünk, mindenki megszólalt. Az 5 képviselő jelölt, illetve az 5 képviselő milyen tervekkel vág neki a jövőnek? Veled az élen természetes. Az előző évünk sajnos nehézre sikerült a Covid miatt, de azt megelőzően próbáltuk feléleszteni a régi programjainkat, így a tömegrendezvényekre viszonylag nagy hangsúlyt fektettünk, mint a szilveszteri bál, vagy különböző más bálok, diszkók, rendezvények,
szervezésében, illetve szeretnénk a sport irányába komolyabb elmozdulást mutatni, továbbá pedig az ifjúsági klubban folyamatos program lehetőséget biztosítani a fiatalok számára. Igen, az ifjúsági klubról akartam külön is kérdezni, hiszen a kedves nézők is láthatják a felvételénken, hogy ez az egykori tűzoltó szertár valóban nagyon szépen megújult, nagyon szép és kulturált helyiségeket tudtatok itt kialakítani. Kicsit a pályázatról hallhatnánk, milyen forrásból sikerült ezt megvalósítani? Ezt egy az Erasmus Plus, illetve az Európai Szolidaritási Testület által meghirdetett pályázaton tudtuk elnyerni az összeget, itt egy 6888 eurós támogatást sikerült elnyernünk, aminek egy részét a felújításra fordítottuk, illetve a jövőbeli programok szervezésére kívánjuk felhasználni. Továbbá maga a felújítás részt az önkormányzat, illetve saját erőforrásainkból egészítettük ki, hogy a felújítás megvalósulhasson. Ugye beszéltünk itt, vagy beszéltél az imént az önkormányzatról, milyen segítséget kaptatok ehhez a projekthez a várost? Részben anyagi hozzájárulást, illetve például az álmennyezetet, illetve a nyílászárók berakásánál humán erőforrás, tehát a Városüzemeltetési Kft-től kaptunk segítséget ehhez. Ugye ezt az épületet, ezt a komplexumot fenn is kell tartani, hogy mik a tervek ezzel kapcsolatban a jövőben? Programtervekre? Igen, hát egyrészt másrészt meg hát a működtetésre azért, hát itt fűtés, világítás, költségek is keletkeznek. Ugye az önkormányzattal meglévő megállapodásunk értelmében ennek a költségeit, tehát a működési költséget azt az önkormányzat fedezi számunkra, program lehetőségekben pedig társasjátékklubok, csocsóbajnokságok, akár pingpong terve van, még a héten nem érkezett meg sajnos egy Xbox, tehát azon programok, illetve klubok. Hát valóban klub jelleggel kívánjátok ezt itt működtetni. Milyen egyéb programokat terveztetek még ide esetleg? Szó van róla, hogy a ringató foglalkozás esetlegesen ide költözik, illetve szeretnénk egy kicsit edukatívabb irányba is elmozdulni. Nyelvi kurzusokra gondoltunk elsősorban, aminek szerintem nagyszerű helyszínt tudna adni itt a meglévő klub. És hát egy kicsit hadd lobbizzak magunk felé is, hiszen a beszélgetés során én magam is felajánlottam, hogy hát örömmel vennénk, hogyha esetleg a médiatáborokat is fel lehetne újítani. Én nem tudom, hogy most, ha egy kicsit magunkról beszélhetünk, akkor mi erről a véleményed, látsz erre valamilyen lehetőséget? Mindenképp nagy potenciált látok a táborok szervezésében, szerintem nagy igény és érdeklődés is lenne rá, illetve nagyszerű lehetőség arra, hogy minél több fiatallal megismertethessük a programjainkat, és esetlegesen bevonszhassuk a PIFÖ-be, úgyhogy teljes mértékben nyitott vagyok e felé. Máté, itt a beszélgetés során szóba került az, hogy hát meglehetősen nehéz a fiatalokat megmozdítani, és hát ez ugye látszik tendenciózusan is, hogy ezeken a PIFÖ választásokon is sajnos egyre kevesebben vesznek részt. Hogy gondolod, hogyan lehet majd ide behozni a srácokat, ha szabad ezt mondani, illetve hogyha valaki szeretne ide jönni hozzátok, akár csak a közösségbe csatlakozni, illetve aktívan részt venni az ifjúsági életbe, akkor ezt hogyan, mi módon teheti meg? Most inkább technikai információkat várok. Mikor vagytok itt, hol, milyen módon lehet benneteket megtalálni? Hát az itt lévőségünkre egyenlőre a konkrét programterv még nem állt sajnos össze. A Facebookon, illetve Instagramon bárki megtalál minket, illetve szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy személyesen is kereshet bennünket. A jövőbeli programokról nyilván a Facebookon nagy részt ott lehet tájékozódni, és visszatérve a fiatalok, tehát hogy egyre csökkenő tendenciát mutatunk, én azt gondolom, hogy ezt az online térben való részvétellel tovább lehet erősíteni, illetve több fiatalhoz tudunk eljutni ezáltal. Ami egy komolyabb feladat az, hogy hogyan rángassuk ki a fiatalokat a számítógép és az okostól. Hát az online térből, igen, idehozni a valós térbe ebbe a klubba. Hát én sok sikert kívánok nektek ehhez, és hát remélem, hogy azért majd az elkövetkező időszakban minél többször kapunk ide meghívást, amit egyébként szeretnék most is megköszönni, és minél több PIFÖ-s rendezvényről tudunk majd a televízió nézők részére a magunk is felületén keresztül is tudósítani. Mindenképpen köszönjük szépen. Esetleg még azzal egészíteném ki, hogy azért ez az új szervezeti struktúra az részben azért is jött létre, hogy ezáltal minél több fiatalhoz tudjunk eljutni, és bízok benne, hogy a
nem az előző évek mintáját fogjuk követni, ahol a testületek létszámai egyre csökkenő tendenciát mutattak az évek során, hanem hogy ezzel a nagyobb taglétszámmal még több embert fogunk tudni bevonzani, és a jelenlegi tagok elhozzák a saját baráti társaságaikat is hozzánk. Köszöntöm kameránk előtt Kárpáti Árpádot, akit hát talán nem kell a Pécsváradi Televízió nézőknek bemutatni. Árpi, az imént ezen a kis beszélgetésen meglehetősen elérzékenyültél, amikor szóba került a 20 év. Milyen érzés volt itt egy 20 éves születésnapos pifőnek beszélni a megalakulásról, meg hát egyáltalán arról, hogy ennek az egész pifőnek te voltál, ha úgy tetszik, az elindítója? Ahogy mondtam, és nagyon furcsa érzés, mert tényleg úgy érzem, mintha saját gyerekemnek a születésnapján lennék. 20 év az nagyon sok idő, és nagyon sok minden történt, de itt, ahogy ugye beszélgettünk, tényleg felelevenedtek a régi emlékek, hogy is indult el ez annak idején. És tényleg úgy volt ez, hogy az ifjúsági korosztálynak nem voltak olyan közösségeik, amelyeket mi akkor megirigyelhetünk a régebb óta fiataloktól. És gyakorlatilag sikerült, azt gondolom, akkor egy olyan folyamatot elindítani, ami 20 év után bizonyította azt, hogy ez egy életképes dolog. És persze voltak rövidebb, hosszabb időszakok, amikor nem volt olyan aktív az ifjúsági közösség, de ez azt gondolom, ez mindenhol így van, minden szervezet életében. Hullámvölgyek, hullámhegyek vannak. Nekem ugye egy idő után kicsit így kívülről figyelve a folyamatokat, amikor már elkerültem innen, akkor is mindig büszke voltam erre a kezdeményezésre, és ezt az ifjúsági önkormányzat hírét, ha úgy tetszik, azt vittem, ahol tudtam, és ez meg is jelent egyébként sok helyen, tehát az ifjúsági szakma képzésein, országos példaként is ugye emlegették hosszú évekig ezt a folyamatot. És persze nem azért, mert számos civil szervezet alakul, meg számos szervezet van itt a településen is, ami megélte ezt, vagy már ennél hosszabb időszakot, de a fiatalok életében, ami tényleg egy változó életkor, és ugye itt náluk is a testületek, ahol két évente váltják egymást, nagyon gyorsan kinőnek a generációk. És talán ez is az értelme ennek a tevékenységnek, hogy minél többen vegyenek részt ezekben a folyamatokban, és ugye minél többen tapasztalják meg azt, hogy milyen is egy közösségnek a tagja lenni, milyen is foglalkozni a helyi programokkal, milyen is foglalkozni a helyi közéleti tevékenységekkel. 20 évvel ezelőtt ugye lezajlott egy választás, itt a hátunk mögött a televízió készüléken még mennek azok a fotók. Hogy mondjam, meglehetősen komoly volt akkor, hiszen választási bizottság volt, jegyző felügyelte az egész procedúrát. Mennyire volt akkor könnyű megmozdítani, vagy mennyire lehetett megmozdítani akkor az ifjúságot? Hát ugye akkor 15 és 30 év közötti korosztályt szólítottuk meg, és akkor a településen, ez ha jól emlékszem, ilyen 920 fő körül volt ez a korosztály. Az egy magas, de én úgy tudom, hogy most már körülbelül fele ennyi ebben a korosztályban lévő fiatal. Akkor tényleg sokat dolgoztunk rajta, sokat is kellett menni, és komolyan vettük azt, hogy a nagy önkormányzat mintájára és a nagy önkormányzati választás mintájára csináljunk mindent. Tehát, hogy hasonlóan ajánlásokat kellett gyűjteni a képviselőjelölteknek, polgármesterjelölteknek. Tehát volt egyfajta tétje. És ott több száz fiatal el is jött szavazni. És ugye ez az első években így is volt, tehát azt gondolom, hogy akkor valóban komolyan vettük. Ugye az akkori nagy önkormányzati testület is hirtelen ugye nem is tudott mit kezdeni ezzel a tevékenységgel. Voltak is olyan esetek, amikor tényleg ki kellett állni magunkért, hogy ilyen is erre szükség van, hogy ez nem csak a buliról szól, hanem az annál többet is jelent. Igen, és hát azt gondolom, hogy azért az egy igen csak legitim ifjúsági önkormányzat volt, hiszen volt mögöttük tényleges tömegbázis. Igen, tehát hogy mondtam, ott tényleg több száz fiatal jött el akkor szavazni,
és az jelentette az erejét. És hát ugye a jelöltek száma is ugye kétszer annyi volt, tehát ott is egy komoly elismerés, vagy egy komoly eredmény volt azoknak, akik bekerültek a testületbe. Ugye a beszélgetés során is elhangzott, többen is figyelmeztették, illetve felhívták a figyelmét a mostani pifőnek, illetve hát itt a Mátéban is arról beszélgettünk, hogy hát nagyon nehéz most kimozdítani a fiatalokat ebből a virtuális világból. Te hogy látod ezt most? Van ennek egyáltalán esélye, vagy milyen módon lehetne kihozni a fiatalokat a képernyők, illetve az okostelefonok mögül is, és hát idehozni őket egy klubba, és aktív közösségi életre bírni őket? Hát ugye az elmúlt évek során ugye maga ez az ifjúság segítő tevékenység is egyre összetettebb lett. Tehát én hiszek abban, és akkor is hittem, hogy komplex programokban kell gondolkodni. Tehát felvenni a versenyt a virtuális világgal is az ottani közösségi térrel nem lehet, eszközként kell használni. Tehát azt én is beláttam az ifjúsági szakmában dolgozva, hogy tehát el kell fogadnunk azt, hogy ez van, és tehát nem ágálni ellene, meg nem eltiltani ezektől a lehetőségtől a fiatal, ez nem lehet, hanem ugye használjuk eszközként, akár a közösségszervezésre, vagy bármilyen más olyan aktivizálásra, ami a személyes találkozást lehetővé teszi. Tehát számos jó példát fel lehet sorolni, ahol a virtuális közösségből lett valós közösség. Hát talán ez a feladat vár a fiatalokra, hogy a fiatalok egy részéből tényleg a virtuális közösségből valós közösséget szervezzenek. Márpi, végezetül azt kérdezem tőled, hogy ugye 20 éves tapasztalattal a hátad mögött és a jelenlegi pozíciódban tudod-e még segíteni a pécsváradi ifjúság életét, illetve milyen módon tudsz nekik tanácsokat adni, vagy egyáltalán bekapcsolódni a helyi ifjúság életébe? Hát azt gondolom, hogy tudok. Ugye tényleg számos tapasztalatom van, ahogy említetted. Most is beszélgettünk különböző lehetőségekről, hogy mi az, amit lehetne segíteni. Most nagyjából van egy rálátásom akár a támogatási rendszerekre, akár szakmai, közvetési, ifjúság szakmai tevékenységekre. Tartom is a kapcsolatot velük, azt gondolom, hogy ez eddig is így volt, és a következő legalább 20 évben is így lesz. Ugyancsak november 10-én délután a Művelődési Központ nagytermében köszöntötték városunk legidősebb polgárait. Kárpátiné Kovács Zita és Zádori János polgármester köszöntő szavai után következett az a műsor, melyben felléptek az óvodások és az Apaceller házaspár. A műsorszámok közben került sor a város legidősebb polgárainak, valamint a legrégebbi házastársak köszöntésére. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves megjelent vendégeinket. Itt az igazán családias, és most úgy néz ki, hogy kicsit szűkebb körű idősek napján. Külön tisztelettel köszöntöm Zádor János, Pécsváradi város polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőtestületi tagokat, és természetesen kiemelten köszöntöm a megjelent idősödő vagy idős kedves székkorúakat, akikért ez a mai nap létrejött. A tavaly évben elmaradt az idősek napja, az idén egy picit rezgett a léc, de azért összejöttünk, és nagyon köszönöm külön mindenkinek, hogy eljött, hogy megtisztelik ezt a rendezvényt, hogy köszönthessük Önöket. Először a pécsváradi várutcai óvodások kedveskednek Önöknek egy kis műsorral. Óvonéniük Mikola Judit, Fetszer Rita és Grábor Zsanett Dadus. Magyar táncokat adnak elő, fogadják őket szeretettel.
azon gondolkodom, hogy mit tudok én önöknek mondani az életről, az élet dolgairól, főleg újat, valószínűleg semmit. Talán önök nekem valószínűleg igen. Viszont az nagyon fontos, hogy minden település vezetője, a testülete, aznak meg kell, hogy adja azt a tiszteletet a szélkorúaknak, ami megjár nekik. Sokan kérdezik, hogy miért jár meg? Hát mindegyik majd egyszer idős lesz, és akkor mi a különbség ezek között, a dolgok között? Az, hogy az én korosztályom és a nálam fiatalabbak mindig tehát muszáj tisztelniük az idősebbeket, hiszen mi valószínűleg nem állhatnánk itt, nem létezhetnénk önök nélkül, és az önök tudása nélkül, az önök által létrehozott vívmányok nélkül ma akár csak a városunk, de az egész országunk is jóval kevesebb lenne. Tehát ezért nagy tisztelettel és nagy köszönettel kell, hogy adózzunk az önök irányában. Némi aktualitást azért engedjenek meg, mert anélkül úgyse tudunk nagyon tovább menni. Sokan érdeklődnek az önök korosztályából, hogy mire lehet számítani, mit várhatunk, hiszen ez a legfontosabb kérdés talán az egész országban, de talán az egész világon. Hát elmondhatom önöknek, hogy annyira azért nem tudok szép képet fölvázolni most itt önök előtt. Tehát jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy, és talán akik követik a híreket, látják is, hogy a számok egyre följebb szaladnak, és sajnos Pécsvárat sem kivétel ez alól, és a környékbeli települések sem. Tehát ha elfogadnak egy apró tanácsot, természetesen ma itt vigadjunk, beszélgessünk, kultúráltan szórakozzunk, de már itt is arra kérném önöket, hogyha nem fontos, azért az érintkezést azt minimalizáljuk, mert nem merném ezt azért 100%-ra mondani, hogy most itt közöttünk esetleg nincs egy olyan ember, aki hordozza ezt a vírust, látva az elmúlt egy hét adataiból, ami Pécsvárad oldaláról a rendelkezésemre áll. És talán az az egy viszont megnyugtathat bennünket, hogy nem önök jelenleg az első számú cél a vírus szempontjából, hanem sajnos a fiatalok. És ha még egy tanácsot elfogadnak, az unokák gyerekekkel kapcsolatban. Most egy kicsit, egy-két hétig próbálják, ha lehet, ezt a fajta kapcsolatot is egy kicsit visszafogni, csak és kizárólag az önök érdekében. Ez a betegség, ez nem olyan, mint a harmadik, és végképp nem olyan, mint az első, meg a második. Tehát látjuk azt az én ismerőség körülben is, hogy egészséges, stram, beoltott emberek bizony kerülhetnek, nem azt mondom, hogy halálos életveszélybe, de nagyon-nagyon megszenvedik ezt a 8-10-14 napot, ami rájuk vár. Úgyhogy én ezúton is mindenkinek nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és figyeljenek egymásra. Ennyit az aktuális részről. Úgy gondolom, hogy ebben közöttünk nagyon vita nem lehet. Én szeretném Zitának megköszönni, hogy ezt a mai napot megszervezte, mert ez is egy óriási felelősség. Többször beszéltünk erről, szükség van erre. Egy éve elmaradt, aztán talán a nyáron egy kicsit nyitottabbak voltunk, és most megint kezd mindenki bezárkozni, és meg fognak szűnni az ilyen kapcsolatok, amikor tudunk egymással találkozni, tudunk egy-két kedves szót váltani egymással, vagy akár a rokonainkkal. Úgyhogy talán egy kicsit a hangulatot nem elrontva, de ez egy ilyen utolsó előtti pillanat, amikor még ezt megtehetjük, és tegyük is meg. Látva a rengeteg díszoklevelet, én ezúttal, mert ott nem lesz nekem erre alkalmam, hogy így átfogóan engedjék meg, hogy mindenkinek gratuláljak, és ezek a számok, amik rajt vannak a lapokon, ezek csak nőjenek, és nagyon sokáig legyenek közöttünk, segítsék az életünket, tanácsaikkal, szeretetükkel. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, polgármester úr, kedves és biztató szavait, reméljük, hogy nem ijesztett el senkit. Igen, ragaszkodtam hozzá, hogy idén megtartsuk az idősek napját, bár én sem számítottam arra, hogy ez ennyire kicsúszik. Az idősek világnapja az minden évben október 1-én van. Pécsváradon ez azért csúszott át eddig mindig novemberre, mert hogy októberben leányvásár tart a város, és arra készülnek.
De én nagyon szeretném, hogyha most polgármester úr a jövőre nézve, és majd a mindenkori képviselőtestület megígérné, hogy a jövőben október 1-jét követő első vasárnap tartsuk meg az idősek napját mindig. Kicsit korábban van, november elején ugye az idősek, mint mindenki más, készülnek a temetőbe, halottaikhoz, és talán akkor még egy picit jobb idő is van, és hogy legyen ez egy fix időpont mindenkinek. A másik oka, miért nagyon szerettem volna, hogy idén azért megtartsuk a tavaly elmaradt után, mert tudom, hogy tavaly többen voltak, akik jubileumot ünnepeltek, házaspárok, és idénre már az egyik fél nem él. És nyilván a 90 éven felülieknél ez ugyanígy van. Tehát ne hagyjunk ki egyetlen egy alkalmat sem, amikor találkozhatunk és köszönhetjük egymást. És én most szeretném kérni Noémit, hogy jöjjön ki, és polgármester urat és egy kedves képviselőtársát, talán Alice, kezdjük veled, hogy én elmondanám, hogy kik Pécsváradon a legidősebbek. Ugye idősek napján az agkorúakat köszöntjük, agkorú pedig az, aki a 90. életévét betölti. Hát mivel 30-40 éve csinálom az idősek napját, van rálátásom, hogy például 10 évvel ezelőtt a városban 11-12 90 éven felüli volt, ebben az esztendőben 31-en vannak. Tehát egyértelmű idősödést mutat. Igen, köszönöm. Én szeretném felsorolni, mert tudom, hogy nem sokan jöttek el közülük, de hát hallják, akik itt vannak, hogy kik a legidősebbek Pécsváradon, de van, aki igenis eljött. 90 éves ebben az esztendőben Stolz Mártonné, Wittenbart Ferenc, Jung Györgyné, és itt van közöttünk Nagy Vincéné Teri néni, aki ugyan decemberben lesz 90 éves, de hát ebben az évben ünnepli. Isten éltessen Teri néni! Sok boldogságot, előadásodját kívánunk! Akinek a nevét mondjuk próbálja meg feltenni a kezébe, a polgármester úr nagyjából ismeri őket, de azért hadd találjon oda. Egy esztendős, ugye őket már tavaly kellett volna köszönteni. Lelkes Edéné, Haup Jánosné, Szipl Ferencné, nincs itt a Szipl néni, az gondozási központból, Herény Sándorné, Brém Ferencné, és itt van közöttünk Sebestyén József, mint egy szent férfi, a 90. felüliekhöz. Józsi bácsi, előtt egészséget kívánunk! Köszönöm. 91 évesné, Simon Jánosné, Stenger Istvánné és Jakab Jánosné, őket is innen ezúton szeretettel köszönjük. 92 éves, Schmidt Jánosné, a mi kedves Maca nénink, aki már emeli is a kezét. Isten éjjelösen, Maca. 100 éves is. Nagyon éves. Azt mondta, hogy 100 éves is lesz. 100 éves is lesz. Bátai Józsefné, hát hoztátok meg, ő is a gondozási központ lakója, nem, Somogyvári Józsefné, Garambölgyi Jánosné, Buszvaer András és Pus Mihály, ők is 92 esztendősek, de én megértem, hogy nem tudtak eljönni. Akkor valószínűleg most egy felsorolás következik. 93 éves Walter Jenőné és Gasteiger Ferenc, 94 éves Laufer Ferencné, Vértesi Mihály, Estok Zoltánné és Szabó Sándorné. Ha valaki közben itt van, az nagyon magasra emelje fel a kezét. Nem? 96 éves Nagy Sándorné és Müller Pali bácsi,
97 éves Vetlin Péter és Bódis Béla, érdekesen a Vetlin Péter a tegnapi napig még készült, hogy eljön. Most az utolsó pillanatban meggondolta magát. És Pécsváron a két legidősebb polgár, mindketten 98 évesek, Varga Mihályné és Pasin Mihályné. Ők az otthonukban el vannak, de arra már nem vállalkoztak, hogy eljönnek ide az ünnepségre. Úgyhogy ezúton is nagy-nagy szeretettel köszöntjük Pécsvárad legidősebb polgárait, és most egy kis pihenő következik, és meghallgatjuk Apaceller Pétert és Apaceller Cigola Orsolyát, majd ezt követően folytatjuk a köszöntéseket, és köszönteni fogjuk a jubiláló házaspárokat. Nem maradjanak már ki ez miatt a fránya járvány miatt.
róluk mondtam, hogy van, aki már nincs is közöttünk. 1970-ben, tehát a tavalyi évhez viszonyítva 50 évvel ezelőtt, Pécsváradon 46 házasság köttetett. Kevés, alig 10 maradt meg belőle, ami azt jelenti, hogy vagy az egyik fél meghalt, vagy elköltöztek az alitták Pécsváradról. De akik még közöttünk vannak, és nagyon sajnálom, hogy a meghívó ellenére nem jöttek el, hadd mondjam el, hogy a tavalyi évben ünnepelte 50. házassági évfordulóját Herény József és Kutas Márta. Aki viszont eljött, és nagy szeretettel köszöntjük őket, Mihály Sándor és Keszler Marika. Sok boldogságot kívánunk, és majd találkozunk az 55-en és a 60-on. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen, sok boldogságot! Tavaly ünnepelte aranylapodalmát Koncsak Zoltán és Gerner Mária is, valamint Rózsa Zoltán és Verb Erzsébet. 55 éves házasok voltak az elmúlt esztendőben, Hoik Ferenc és Pattantyús Erzsébet, Friedrich Antal és Harka Mária. Ők itt vannak. Isten éltessék! Szintén 55. évfordulóját ünnepelte az elmúlt évben Johann Gyula és Marcsik Mária. A tavalyi esztendőben 2 Pécsváradon élő házaspár tartotta 60. Vas lakodalmát, ők pedig Link József és Link Teréz, pedig megígérték, hogy eljönnek, és Gunglő István és Bauer Marianna. Ezúton is kívánunk nekik még további jó egészséget és boldogságot. És most szeretnék köszönteni azokat, akik ebben az esztendőben jubilálnak. 50. házassági évfordulóját tartja Bazsika István és Bíró Mária. Egész évben készültek rá, már tavaly szólt nekem Pista, hogy ki ne felejtsem őket idén, és most mégsem jöttek el. Viszont itt vannak közöttünk Rosenberger Ferenc és Dietrich Mária. Isten éltessen benneteket! Még Pap István és Puskás Anna. Egyébként 1971-ben, tehát 50 évvel ezelőtt Pécsváradon 48 házasságkötés volt, akkor ugye még ide tartoztak az úgynevezett társközségek, és Zengővárkony, Nagypal, nem is tudom mi volt még, akik itt kötvettek házasságot. Amikor készülünk egy-egy ilyen idősek napjára, akkor mindig felkeresem az önkormányzat lakónyilvántartóját, az anyakönyvvezetőt, és ő gyűjti ki nekem azokat az adatokat, hogy kik az 50 évvel ezelőtt házasságot kötött személyek. Aztán amit a nyugdíjasunkból tudok meg, akik szólnak nekem itt ott, azok, akik nem itt kötöttek házasságot, de Pécsváradon élnek, őket is hozzáveszünk a névsorhoz. 55. házassági évfordulóját ünnepelte ebben az esztendőben, és valószínűleg most egy felsorolás jön, mert nem látom, hogy itt lennének közöttünk, Lőrinczi Albert és Vörös Júlia, Müller Lajos és Osváth Eszter, Koncsak István és Gyenis Katalin, valamint Bárdos Sándor és Denke Sarolta. Hát őket is köszöntjük, és megérdemelnek egy napot igazolódni. És 60 évvel ezelőtt, tehát a 60. esküvő az a gyémánt lakodalom, kötött házasságot Bammolczer József és Sőn Éva Julianna, ők a könyvtáros Jutka szülei, ő elviszi nekik a virágot és az emléklapot, Hesz Antal és Somonyi Mária,
valamint Weintraut János és Varga Mária. Ők jelenleg a Gesztenyés étteremben ünnepelnek családi körben, tehát ők ott megtartják ezt a 60. nagyon szép jubileumot. 65. vagyis a 65-ös a Vas lakodalom, ünnepli Dietrich Ede és Sasvári Katalin, és ők itt vannak közöttünk. Isten éltesse őket! Születtek, ők azóta házassok, gyönyörű. És Pécsváradon a legrégebb óta fennálló házasság, 67 esztendeje, Sebestyén József és Kocsis Erzsébet, és ők itt vannak közöttünk. Isten köszönöm. Az előbb átugrottam egy néven, mert 65. vagyis vaslakodalmát ünnepli még Hók Nándor és Szorg Rozália, és Rozika itt is van közöttünk. Mai világban bizony ritkosság a több évtizede fennálló házasság, úgyhogy még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves ünneplőket, és hogy ennyi évtizeden át kitartottak egymás mellett. Szerintem pár évtized múlva már nem tudunk ilyen szép jubileumokat köszönteni, nem csak azért, mert hogy elválnak, hanem leginkább azért, mert hogy a házasulandó kert az nagyon kitolódott. Most már 30 és 30 év után nősülnek és mennek férjhez a fiatalok. Hát próbálják meg utolérni ezeket a nagyon szép jubileumokat. Ez az ősz sem múlhatott el az óvodások töklámpás felvonulása nélkül. Az idén az óvodákból indultak az apróságok, majd a Szent Háromság téren folytatódott a rendezvény egy kis közös énekléssel, teázással, zsíros kenyér partival. Az eseményen a Városi TV kamerája is jelen volt.
maraton legendáját elevenítjük fel a technika segítségével, majd egy közös éneklésre fogunk benneteket invitálni. Ezt követi majd a kalács megosztás hagyománya, és végül egy kis vendégsége hívunk meg benneteket. Zsíros kenyérre, teára és forralt borra. És most pedig megkérem az óvodás gyerekeket, hogy jöjjenek ide előre az óvonéniükhöz, hogy közösen tudjunk megnézni a legendát, illetve közösen tudjunk énekelni. Fáklyás felvonulást szervezett az önkormányzat és a pécsváradi várbaráti kör november 14-ére a Mecseki Láthatatlanok 1956-os emlékezetes pécsváradi akciója emlékére. A program zárásaként megkoszorúzták az 56-os hősök emléktábláját.
megemlékezésünkön annyiban térünk el a szokottól, hogy bizonyára emlékeztek rá, hogy a Vár utcán mentünk, és utána pedig a Kossuth Lajos utcán. Most pedig az eredeti útvonalon fogunk menni, mert a legjobb tudomásom szerint ez a Vippon az nem ezen az úton közlekedett és jött föl, hanem tulajdonképpen azt úgy hívták régen, hogy Gászli az, ami jött fölfelé az Enzvéla utca felé, és akkor így kanyarodtak rá a Vár utcára, és így jöttek föl, és ez az a pont, ahol tulajdonképpen a Vippon megállt, és itt szállt ki, vagy tették ki a závost, az, aki meglőttek, és szintén az autóba volt, és innen mentek gyalog, majd később szekérrel, és vitték Málics Ottót a Pézsbánya telep, először a Komlói, majd a Pézsbánya telepi kórházba. Csáradi várbaráti körtagok és város polgárai, ismerőseink, barátaink. Engedjék meg, hogy először mindjárt egy lapsussal kezdjem, mert hiszen én elmondtam, hogy ez az útvonal, amin jöttünk, ezen mentek a szabadságharcosok és menekültek. Ezt rosszul tudtam, mert szerencsére itt van a várbaráti kör egyik alapító tagja, Vértes László, aki gyerekként megélte és tudja pontosan, hogy nem így volt, hanem úgy volt, hogy innen jöttek a szabadságharcosok, tehát mi azt az utat jártuk be, azon az úton jöttünk, itt a Gaszli felől szivárogtak le, és így támadták meg a rendőrösöt. És a menekülés útja az pedig az volt, hogy ahogy a régen a menetet csináltuk, de ennek nincs különösebb jelentősége, annak viszont igen, hogy ez a megemlékezés, ez tulajdonképpen azért van, mert az 1956-os forradalom, tudjuk, november 4-e után, mikor bejöttek a szovjet csapatok, mindenhol elhallgattak a fegyverek, és az ellenállás lassan megszűnt, és az országban az utolsó fegyveres akcióra itt került sor, és a Mecseken, akiket mecseki láthatatlanoknak neveznek, akik vágott puszta környékén, fiatalok, idősek, akik között nagyon sok pécsváradi volt, tudjuk, és ma is itt van egyiküknek a leszármazottja, azok tartották még magukat, és egy akciót szerveztek ide Pécsváradra, fegyvereket akartak szerezni, folytatni akarták a harcot, és itt történt meg tulajdonképpen az az esemény, amikor összecsaptak a rendőrökkel itt helyben, Málics Ottó vezette szabadságharcos csoport, szegény Málics Ottót itt fejbe lőtték, hátulról egy ávós állítólag pisztolya, amit máig nem tudják, hogy ki volt. Az ő emléktáblája az, ahol mi elhelyezzük majd a koszorunkat. Város koszorúja. Thank you.
földön nincsen számomra hely, hol fejem lehajthatnám. Egy határ, mi elválaszt kedvesemtől, de szívem az a jár. Felnézek éjjel a csillagokra, hideg a kert. Szépen, és akkor most énekeljük el együtt a himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel bűséggel, gyógyíts cseréjel élőkat a küzdetességgel. Bal sorsa, aki téged tép, hozd rá vigesztendőt, mert bűnöttem már remék a mutat jövendőt. Kedves nézőink, Önök a Városi TV novemberi műsorát látták. Csütörtöki adásunk ismétlését pénteken ugyanebben az időpontban sugározzuk. Következő adásunk időpontjairól a Képújság oldalain tájékozódhatnak. Itt hívom fel figyelmüket, hogy televíziónk valamennyi eddig látott adása 1992-től napra készen elérhető a Városi honlapról. Ha tehetik, csemegézzenek közte Önök is. Én ezzel búcsúzom, az est hátra lévő részére jó pihenést és jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!